9. Másnap reggel Jarednek legelőször az asztal mellé pottyant fehér főkötő jutott eszébe. Mikor tegnap éjjel elhagyták a dolgozószobát, a főkötő még a földön hevert. A fenébe. Nyúlt az éjjeli szekrényre dobott fekete bársonykötés után. Ez a szenvedélyes viszony dolog több erőfeszítést igényel, mint ahogy képzelte. Vajon az úri társaság belevaló ifjai hogyan oldják meg a válogatott buduárokba való ki- és bejutás nehéz feladatát úgy, hogy a hírnevük nem kerül veszélybe? Neki ez az egyszerűnek tűnő, alig megkezdett kaland is nehézségeket okoz. Hiába, nem nekem való ez, gondolta, majd félrelökte a takarót és kikászálódott az ágyból. Másfelől, ami az múlt éjszaka történt, élete egyik legmagával ragadóbb élménye volt. Hanem a legmagával ragadóbb. Hajnalodik. Újabb fárasztó napnak néz elébe, az unalmas részletek felettetik a múlt éji csodát. Csak szépen sorjában, intette magát. Mindenek előtt el kell hoznia onnan a főkötőt, mert a végén Mrs. Bird vagy valamelyik fiú talál rá. Magára rántotta ingét és nadrágját. Csizmával nem vesződött, mezítláb indult el. Óvatosan kinyitotta az ajtót, kikémlelt a folyosóra. Az órájára pillantott. Még fél hat sincs. Ha Mrs. Bird fel is ébredt volna, még a szobájában van, vagy a konyhában rendezget. Leuvakodott a lépcsőn, de már egészen más ruhadarab járt az eszében. A zsebkendő. Kétségtelen valaki járt a kertben. Talán egy tolvaj vagy rabló, aki csak a kedvező alkalomra várt. Persze Olimpia hallani sem akar egy ilyen kézenfekvő lehetőségről. Halkan szitkozódott. Miért is veszi ilyen komolyan a lány az őrizőt? Ez csak még bonyolultabbá teszi az amúgy is kusza helyzetet. Egy kis, megkönnyebbült sóhaj azért nem tudott elfojtani, amikor megpillantotta a főkötőt az asztal előtt. Lehajolt, felmarkolta, majd az elhullott hajtűket kezdte szedegetni. Elfelejtett valamit, mi? Hasított Mrs. Bird hangja csende. Nem is számítottam másra. Hogy az a? Egyenesedett fel a férfi. Aztán nem törődő mozdulattal vállat vont, megfordult, és hidegen az asszonyra mosolygott. Ma aztán jókorán felkelt Mrs. Bird. A házvezetőnőről lepergett a szemrehányás. Csípőre tett kézzel kántál tovább. Egyes, magukat úriembernek nevező egyének lelépnek, mihelyest megkapták, amit akartak. Maga is ilyen jóféle? Nem elszándékomban távozni, ha erre kíváncsi. Mrs. Bird szeme bizalmatlanul összeszűkült. Pedig talán jobban tenné. Minél tovább marad, annál jobban magának akarja Miss Olimpiát. Jared érdeklődve húzta fel szemöldökét. Úgy gondolja? Az asszony elvörösödött a méregtől. Ide hallgasson maga, kalóz. Miss Olimpia tisztességes hölgy, akármit művelt is vele a múlt éjjel. Nincs joga kihasználni ezt a drága, ártatlan lelket. Jarednek ismét eszébe jutott a titokzatos zsebkendő, és egy olyan eshetőség villant át az agyán, amire nem is gondolt. Mondja csak Mrs. Bird, honnan tudja, mi történt itt tegnap éjjel? Csak nem a kertből leselkedett. Leselkedtem? Leselkedtem? Én? Az asszony mélyen megbántódott. Hát mi vagyok én? Kém? Jared órában érezte a zsebkendő erős illatát. Sehogy sem illett Mrs. Bird megszokott konyha, ezüst pucoló és enyhén dzsínszagához. Bocsánat, mondta szárazon. De Mrs. Bird még nem bocsátott meg. Van szemem és van fülem, mennydörögte. Hallottam azt a ramazurit a kertben. Kinyitom az ablakot, hát mit látok? Ott édeleg Miss Olimpiával. Még meg is csókolta. Megcsókoltam volna. Az a csók csak arra szolgált, hogy kiverje a lány fejéből az őrizőt. Jared nem volt biztos az eredményben. Meg hát, volt annyi fény, hogy láthassam, Miss Olimpián még főkötő sincs. Márpedig, ha nem volt rajta, az csak annyit jelenthet, valaki levette róla. Maga. Rendkívül jó megfigyelő, Mrs. Bird. Éreztem én, hogy el akarja csábítani. És tessék, igazam lett. Azok után, ami ott a kertben történt, jobbnak láttam korán felkelni, mielőtt más is felébred. Aztán bejöttem ide, és megláttam a főkötőt a földön. Akkor már tudtam, hogy nem tévedtem. Nagyon okos, Mrs. Bird. Annak széles arca szemrehányóan megrándult. Már éppen fel akartam szedni, amikor hallottam, hogy odafönn nyílik egy ajtó. Most aztán nem mondja nekem, hogy maga egy ma született fehér bárány.
Gratulálok a sikeres nyomozáshoz és a brilliáns következtetéseihez, Mrs. Bird, válaszolta. Ilyen remek adottságokkal még nyomozónak is felcsaphat, ha netán ebből a házból elbocsátják. Az asszony szemei rémülten elkerekedtek, de fölényesen csak ennyit mondott. Ha, nem tud megijeszteni, uram. Miss Olympia sosem rúgna ki, és ezt mindketten jól tudjuk. Csak aztán csalódások ne érjék. Ha nem vette volna észre, Miss Wingfield eddig is sok mindenben hallgatott a tanácsaimra. Akkor se tennék ki a szűrömet, jelentette ki Mrs. Bird. Ahhoz túl jó szívű. Maga lesz az, aki röpül, ha Miss Olympia megtudja, hogy fenyegetni merészel. A maga helyében nem bíznék ennyire az asszonyok ragaszkodásában. Meglátjuk, mit szól hozzá, hogy maga kémkedik utána. Ó, maga pokolra való! Én nem kémkedtem. És ezt Miss Wingfield el is fogja hinni, ha maga beszámol arról, hogy tudja, mi történt itt tegnap éjjel? Fogadjon el egy jó tanácsost, Mrs. Bird. Tartsa a száját, és törődjön a saját dolgával. A házvezetőnő szája mérges vonallá keskenyedett. Maga megátalkodott. Beállít ebbe a házba, mint valami pokolbéli boszorkánymester, és fenekestül felforgatja az életünket. Varázsszavakat mormol, és az a három drága csemete ész nélkül engedelmeskedik. Egyet csettint, és előteremt 3000 fontot. Most pedig még Miss Olympiát is elbűvölte. Ebben azért téved, Mrs. Bird. Jared határozottan az ajtó felé indult. Igenis, megbabonázta. A férfi tekintetét fürkészte, majd bölcsen odébb lépett, felszabadítván ezzel a kijáratot. Tudom, hogy megbabonázta. Ez is csak azt mutatja, mennyire nem érti a helyzetet. Jared már a halban járt. Ezzel meg mit akar mondani? Kiáltott utána az asszony. Én vagyok az, akit megbabonáztak, közölte vele udvariasan. Anélkül, hogy megfordult volna, kettesével szedve a fokokat, felszaladt a lépcsőn, de hallotta, hogy Mrs. Bird odalent továbbra is nyugtalanul kárál valamit. Idegesítő ez a vén boszorka, gondolta, a folyosóra kanyarodva, de majd én elbánok vele. Megállt Olympia ajtaja előtt, és halkan bekopogott. Kapkodás hangjai hallatszottak, majd egy perccel később a lány nyitott ajtót. Jó reggelt, Miss Wingfield, mosolygott Jared a fehér hálóinkben és a sietve magára kapott köntösben álló Olympiára. Bájos arcocskája körül vörös felhőként örvény lett csodás haja. Elpirult, amikor őt meglátta. A halvány hajnali fényben egyszerűen ellenállhatatlannak tűnt. A lány vája felett Jared hívogatóan ásítozó ágyat nézte. Mr. Chilhurst, mit keres itt ebben az órában? Olympia kikémlelt a folyosóra. Meglátja valaki? Csak azért jöttem, hogy visszaszolgáltassam a személyes tárgyát, amiről múlt éjjel elfeledkezett. Nyújtotta át a főkötőt. Szentséges egek! A lány szeme idegesen megrebbent, és kikapta a kezéből a ruhadarabot. Köszönöm, hogy felhozta. Sajnos Mrs. Bird is felfedezte, mire leértem. Ó, jaj, akkor most nagyon feldúlt lehet. Eddig sem tetszett neki az ő jelenléte itt a házban. Most biztosan a legrosszabbra gondol. Valóban, a legrosszabbra gondol. De azt hiszem, van annyi sütnivalója, hogy gondolatait megtartsa magának. Melegen megcsókolta a lányt. Reggelinél találkozunk, Miss Wingfield. Hátralépett, és az ámuló Olympia óra előtt becsukta az ajtót. Halkan fütyörészve saját hálószobája felé vette az irányt. Jó reggelt, Olympia néni! Hogy te milyen szép vagy ma, Olympia néni! Jó reggelt, Olympia néni! Szép napunk van, ugye? Olympia a három fiúra mosolyodott, akik azonnal talpra szökkentek, mihelyt ő az ebédlőbe lépett. Jó reggelt, kedveseim! Várt, míg Ethan udvariasan kihúzta a széket, és helyjel kínálja. Még nem szokott hozzá teljesen a fiúk új viselkedéséhez. Köszönöm, Ethan. Ethan Jaredre lesett. A férfi bólintott. A fiú elvigyorodott és leült. Olympia végignézett az asztal körül ülőkön, és elkapta a férfi mindentudó tekintetét. Ugyanaz a forró, reszkető boldogság ömlött át tagjain, mint múlt éjjel is. Ujjai picit remegtek, mikor a kanaláért nyúlt. Hát ilyen szerelmesnek lenni, gondolta. Tegnap éjjel ébredt rá az igazságra. Amit Jared iránt érez, az sokkal több, mint egyszerű vágy. Szerelem. Azt hitte, már soha nem fogja megismerni ezt az érzést. Végül is egy sokat tapasztalt 25 éves nőnek el kell fogadnia ezt a gondolatot is. Szerelem. Ez az érzelem sokkal, de sokkal izgalmasabb, mint az idegen szokások és legendák felkutatása. Szerelem.
Élete új fordulatot vett. A magány, ami Sophie és Aida néni halála óta kitöltötte napjait, egy csapásra megszűnt. Rátalált a férfira, akinek lelke tökéletesen illik az övéhez. De nem marad velem örökre, figyelmeztette magát. Csak hetekre, hónapokra, ha kivételes szerencséje van, talán egy-két évre. Nem tehet szemrehányás neki, ha egy szép napon felkerekedik, és új állás után néz. Így van ez a tanárokkal. A tanítványok felnőnek, a tanárnak mennie kell. De addig is, fogadta meg, minden percét kihasználja ennek az édes, szenvedélyes szerelemnek, amely egy kalóz képében köszöntött be hozzá. Nos, mi lesz a mai program? Remélte hangja nyugodtan cseng. Belül még mindig reszketett. Milyen nehéz eltitkolni a boldogságot, futott át az agyán. Jared szeme villanásából azt is megérezte, hogy pontosan tudja, mi mehes most végbe benne. Elmegyünk Mr. Winslow mechanikai múzeumába, felelte Robert. Azt mondják, van ott egy óriási szerkezet, ami úgy néz ki, és úgy is mozog, mint egy igazi pók, mondta izgatottan Hugh. A hölgyek mindig megijednek tőle, de én nem fogok. De van gépmedve és gépmadarak is, tette hozzá Ethan. Olympia kíváncsian Jaredre pillantott. Érdekes lehet. Azt mondják. A férfi lekvárt kent a kenyerére. Olympia elgondolkodott. Egészen más tervei voltak mára, de ez a múzeum felkeltette a kíváncsiságát. Azt hiszem, el kéne mennem magukkal. Örömmel vesszük, ha velünk tart. Jared a kenyerébe harapott. Igen, Olympia néni, gyere velünk, lelkesedett Robert. Majd meglátod, milyen érdekes lesz. Sokat lehet ám ott tanulni is, fűzte hozzá bölcsen Ethan. Biztosan. Még ha semmi újat nem is lát, gondolta Olympia, a délutánt legalább a férfival töltheti. Jó, akkor megegyeztünk. Mikor indulnak? 3-kor, mondta Jared. Remek, még meg kell néznem néhány térképet a Musgrave intézetben, de addigra én is végzek. Kétlem, hogy a társaság gyűjteményében bármi érdekesebb bukkanhatna Miss Wingfield. Roland Torbert hátra kulcsolt a kezét, és Olympia fölé hajolt. A nyugat-indiai térképeik meg egyenesen szegényesnek mondhatók. Ellenben az én könyvtáramban kitűnő darabokat találhatna. Alig várom már, hogy láthassam a gyűjteményét, Mr. Torbert, húzódott el Olympia. Torbertből átható doh, izzadságszag és külnillat árat, de szeretnék minden felelhető térképet alaposan megnézni. Értem. Torbert közelebb lépett. A lány válla felett egy újabb térképet tanulmányozott, amelyet Olympia épp az imént terített szét az asztalon az előző mellé. Ha szabad megkérdeznem valójában, mit keres? A terület pontos földrajzára lennék kíváncsi. Olympia eltökélte, bárki, aki érdeklődik, ezt a semmit mondó választ kapja. Esze ágában sem volt Jareden kívül mást is bevonni a kutatásba. A feljegyzések sajnos nem túl egységesek. Hát igen, tudálékoskodott Torbert, nehéz azt a sok szigetet feltérképezni. Valóban. Olympia a két térkép aprólékos összehasonlításába kezdett. De a titokzatos, névtelen kis szigetet Jamaica északai partjainál egyik térkép sem jelezte. Az újabb térképen talált ugyan egy-két apróbb szigetet, amelyek a régebbieken nem szerepeltek, de ezek meg nem a Nyugat-Indiák közvetlen közelében terültek el. Nekem a mai nap is megfelelne, mondta a férfi. Szívesen látnám a könyvtáramban délután Miss Wingfield. Nézte, amint a lány felgöngyöli és félreteszi az egyik térképet. Addigra előkészítetem a térképeimet. Nagyon köszönöm, de ma délutánra más elfoglaltságom van. Olympia összetekelte a másik térképet is, de talán a héten lesz alkalmam beugrani önhöz, ha önnek is megfelel. Természetesen, ahogy kívánja, tárta szét kezét Torbert. Ha jól tudom, Aldridge gyűjteményét is megtekinti. Igen, Lord Aldridge volt olyan kedves, és felajánlotta nekem a lehetőséget. Vonta fel szemöldökét Olympia, de már is az újabb térképbe mélyedt. Megragadnám az alkalmat, és felhívnám valamire a figyelmét. Igen? A lány fel sem pillantott. Torbert finoman köhintett. Kötelességemnek érzem, hogy arra kérjem önt, legyen nagyon-nagyon elővigyázatos, bármi nemű, Aldridge-el kapcsolatos tanulmányokról legyen is szó. Olympia meglepetten emelte fel a fejét. Ezt hogy érti, uram? Torbert éles pillantásokat vetett a könyvtár minden szegletébe, s csak miután meggyőződött róla, hogy senki,
Még az idősödő könyvtáros sincs halló távolon belül, válaszolt. A lány füléhez hajolt. Aldrich nem szalasztaná el az alkalmat, hogy előnyökre tegyen szert. Előnyökre? Döbbent meg Olimpia. Órát ismét megcsapta a furcsán ismerős erős kölnillat. Elfintorodott. Nálam? Nem személy szerint önnél, Miss Wingfield. Zavarodott meg Torbert, és elhúzódott. A kutatásaival kapcsolatban. Értem. Kedvesem, mindenki tudja, hogy régi legendákkal és szokásokkal foglalkozik, suttogta egy összeesküvő hangján a férfi. Azokban a cikkekben, amiket a folyóiratunkban megjelentett, a legendák mellett szó esik kincsekről is. Ez igaz. Olimpia bájosan vállat vont, és ismét a térkép fölé hajolt. De arról még sosem hallottam, uram, hogy valaki az én útmutatásaim alapján talált volna bármilyen kincse. Számomra az a jutalom és a kincs, ha egy legenda nyomára bukkanok. Ez csak olyan emberek esetében van így, akik, mint mi ketten is, elméleti síkon keressük a legendákban és a kincsekben a szépséget, húzta ki magát Torbert. De fájdalom vannak, akikre az arany és az ékszerek talmi csillogása nagyobb hatással van, mint a kutatás és a felfedezés nemes élvezete. Valószínűleg igaza van, Mr. Torbert, de kétlem, hogy találnánk ilyen embereket az utazók és felfedezők társaságának művelt tagjai sorában. Sajnálom, de ki kell ábrándítanom, drágám, de ebben téved, mosolyodott el erőtlenül. Az emberi természet már csak ilyen. Akad néhány elszánt, semmitől vissza nem rettenő kincsvadász a mi köreinkben is. Lehalkította a hangját. És sajnos Aldridge is közéjük tartozik. Köszönöm a figyelmeztetést, majd észben tartom. Összevont a szemöldökét, mikor újabb illatár úszott el az orra előtt. Mindjárt felismerem, gondolta. Nem is olyan rég éreztem. Egyáltalán nem volt rég. Tegnap éjjel. Őrület, micsoda hőség van itt bent? Torbert előhúzott zsebéből egy zsebkendőt, és végighúzta verítékes homlokán. Olimpia a kendőre merett. Pontosan ugyanolyan volt, mint amit Jareddel a kertben találtak. Az óriás pók fáradhatatlanul rótta köreit az üvegbúra alatt. Szaggatott természetellenes mozdulatai ellenére lenyűgözte a bámészkodókat. Egy kis egér szerkezetet kergetett, amely szinte gépiesen menekült előle. Olimpia, Robert, Hugh és Ethan felsorakozott a vitrin oldalánál, ámuló tekintettel követték a gépek minden mozdulatát. Jared a másik oldalon állt, közönyös pillantással nézte a pók erőfeszítéseit. Ez aztán jó nagy, nem? Ethan reménykedve sandított Olimpiára. Nem ijedtél meg tőle? Természetesen nem, vágta rá Olimpia, de aztán észrevette a csalódottságot a fiú arcán. Miért? Meg kellett volna ijednem? Hát nem azért vagytok itt ti hárman, hogy megvédjetek a szörnyetegektől? Ethan elégedetten elvigyorodott. Ne feledkezz meg Mr. Chillhurstről sem. Ő is megvéd, ha kell. Nem igaz, Mr. Chillhurst? Akár az életem árán is, esküdözött a férfi. Ez csak egy gép, jegyezte meg Robert hangjában a 10 évesek minden lekicsinlésével. Nem bántasz senkit, ugye, Mr. Chillhurst? Valószínűleg nem, felelte Jared. De soha nem lehet tudni. Így van, bólintott élvezettel Ethan. Soha nem lehet tudni. Mert mi van, ha véletlenül kiszabadul? Akkor lennénk aztán bajban, én mondom. Robert a terem másik végébe nézett, ahol a látogatók a medvét állták körül. Képzeld el, mit csinálna az a hölgy ott, ha hirtelen azt érezné, a pók lábai kaparásznak a bokáján. Biztosan nagyot sikítana? Kuncogott Hugh, és a vitrin zárszerkezetét kezdte tanulmányozni. Már a gondolat sem tetszik, ráncolta homlokát Jared. A három fiú a meg nem értettség fájdalmával szívében újra a pókot kezdte vizsgálgatni. Olimpia körülnézett, és átment a vitrin másik oldalára Jared mellé. Ma délután most először nyílt alkalma beszélni vele. El akarta mondani, milyen felfedezést tett Torbert zsebkendőjével kapcsolatban. Mr. Chillhurst, beszélnem kell önnel. Az elmosolyodott. Állok rendelkezésére, Miss Wingfield. De négy szem közt, mondta a lány, és elindult egy másik, szintén mechanikai furcsaságokkal zsúfolt terembe. Jared kényelmesen lépegetett mögötte. Megálltak egy gépkatona tárlójánál. Nos, Miss Wingfield,
Megcsavarta a vitrin alján lévő gombot. A katona vigyázba kapta magát. Miről óhajt beszélni? Olimpia hosszú, diadalmas pillantást vetett rá, aztán közelebbről is szemügyre vette a katonát. Azt hiszem, rájöttem, ki lehetett a tegnapi jeli látogatónk. Talán az őriző maga. A férfi keze megmerevedett a gombon. Erre jött rá? Igen. Olimpia közelebb hajolt, hogy jobban lássa a katonát. Sosem fogja elhinni, ki volt az. Nem más, mint Mr. Torbert. Torbert? Merett rá Jared. Mi az ördögről beszél? Egészen bizonyos vagyok benne, hogy a zsebkendő, amit találtunk, Mr. Torberté. És elmélyülten gyönyörködött a puskáját vállához emelő katonában. A könyvtárban elővette az egyik zsebkendőjét, ami szakasztott mása annak, ami nálunk van. Egyik zsebkendő olyan, mint a másik, mondta Jared szárazon. De ennek a kettőnek az illata is megegyezik. Biztos benne? Húzta össze a szemöldökét a férfi. Igen. Olimpia látta, a katona lőni készül. Persze adódik más lehetséges magyarázat is. Mégpedig. Torbert és Aldridge esküdt ellenségek. Ma délelőtt Torbert felhívta a figyelmemet azokra veszélyekre, amik akkor leselkednek rám, ha Aldridge közelébe megyek. Most már azt is el tudom képzelni, Aldridge dobta el a zsebkendőt a kertünkben. Ugyan minek tette volna? Olimpia türelmetlen pillantást vetett az okvetetlenkedőre. Természetesen annak a reményében, hogy ezek után már csak a legrosszabbat fogom feltételezni Mr. Torbertről. Ezek szerint Aldridge számított rá, hogy ön azonosítani fogja a zsebkendő tulajdonosát? Firtatta tovább a dolgot Jared. Miért ne? Hisz pontosan ez történt. Azt azért nem remélhette, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik. Egy percig sem hiszem, hogy Aldridge-nek köze lenne a történtekhez. A lányhoz fordult. Olimpia, nem szeretném, ha belekeveredne ebbe az ügybe. De Mr. Chilhurst, bízza rám a dolgot. Nem tehetem, emelte fel fejét Olimpia. A kutatásaimat is érinti. Jogomban áll megvédeni a naplót mind az őrizőtől, mind bárki mástól, aki meg akarja kaparintani. Elgondolkodva vigyeztette le ajkát. De őszintén be kell vallanom, Mr. Torbertet nem tudom elképzelni egy legenda részeként. Talán nem is áll kapcsolatban az őrizővel. Az Isten áldja meg, hölgyem, sziszegte Jared. Ha védelemre van szüksége, majd én megvédem. Ha kell Torbert ellen, ha kell az őriző ellen is. Olimpia döbbenten merett rá. Most meg mi a baj, uram? Miss Wingfield, kérem hagyja, hogy ezt az ügyet én intézem el. Gondoskodni fogok róla, hogy Torbert megértse, többé ilyen nem fordulhat elő. Beszélni fog vele? Meggyőzöm az igazamról. Olimpia elégedetten elmosolyodott. Jól van, uram. Őre bízom a dolgot. Köszönöm, Miss Wingfield, és most? Mielőtt befejezhette volna, a látogatók beszélgetésének, a szerkezetek csilingenésének zaján át egy női hang ért el hozzá. Chilhurst, mi a csodát keres itt? Jared földbe gyökerezett lábbal az Olimpia mögött közeledőt nézte. Hogy az a fészkes? Olimpia figyelmét nem került el az a talányos kifejezés, amely Jared arcán elterült, mielőtt a nő ismét megszólalt volna. Chilhurst, maga az vagy nem? Olimpia megfordult, és a feléjük lépdelő meseszép asszonyt nézte. A nő megállt mellettük, és hűvösen Jaredre mosolygott. Ragyogó kék szemében örömteli felismerés csillant. Olimpia mozdulni sem bírt, csak bámulta a gyönyörű idegent. Gondosan feltűzött szőke haját, egy nyilvánvalóan új, és nyilvánvalóan igen drága kicsiny kék kalap szorította le. Ékék ruhája felett sötétkék kabátkát viselt. Olimpia első ránézése is megállapíthatta, a ruhakölteménnyel harmonizáló glasszékesztyű egyedül többe került, mint az ő ruhája, cipője, kalapja és retikülje együttvéve. Az asszony nem egyedül érkezett. Sárga ruhás kísérője ugyanúgy a legutolsó divat szerint öltözött. Nem volt olyan lenyűgözően magával ragadó, mint a szőke, de valami különleges báj lengte körül. Csodás ellentétpárt alkottak. A sárga ruhás nő tollas kalapja alól dús, barna fürtök bukkantak elő, igéző, mély barna szemében mosoly bujkált. Teltebb, domborodóbb volt, mint nagyszálkarcsú társnője. Alig hittem a szememnek, amikor észrevettem Chilhurst, mondta a szőke. Hallottam, hogy a városban van, de kételkedtem benne. Hisz ön soha nem jön Londonba.
Üdvözlöm, Demetria, vagy inkább Lady Beaumont, kéne mondanom? Bólintott Jared kimért udvariassággal. A Demetria is megteszi. Kísérőjére pillantott. Emlékszik még Constance-ra, ugye? Túlságosan is, mosolyodott el Jared. Lady Kirkdale? Chillhurst, mosolyodott el Lady Kirkdale. Majd Olimpiára nézett. Demetria már szintén a lányt méregette. És kit tisztelhetünk a kis barátjában, Chillhurst? A szóbeszéd szerint együtt laknak valami kis Imperton Street-i házban. Persze én nem adok hitelt az ilyen pletykáknak. Annyira nem lenne jellemző őre, hogy egy ilyen viszonyba bonyolódjon. Lady Beaumont, Lady Kirkdale, engedjék meg, hogy bemutassam a feleségemet. Jared hangja nyugodt volt, mint mindig, de az egyébként kifürkészhetetlen szempár figyelmeztetően villant Olimpia felé. A feleségemet. Olimpia tisztában volt vele, hogy tátott szájjal mered a körülötte állókra. Gyorsan összeszedte magát, és igyekezett a válsághelyzetnek megfelelően viselkedni. Végtére is az ő ötlete volt, hogy azt mondják házasok, ha együtt létükre Jared valamely ismerőse rákérdezne. Jared hírneve a tét. Ez a szegény ember csak az ő tanácsa szerint cselekszik. Nincs más választása, minden erejével segítenie kell. Hogy vannak? Ragyogtatta fel mosolyát. Ez egyszerűen hihetetlen. Demetria olyan alapossággal mézegette, mintha Olimpia is egy lenne a számtalan érdekes kiállítási darab körül. Minő meglepetést! Chillhurst vikomtja tehát végre megtette az első lépést, hogy kötelességeit teljesítse. Feleséget talált magának. 10. Vikomt! Olimpia valósággal berobbant a dolgozószoba ajtaján jó fél órával később. Lekapta kalapját, sarkon fordult és Jaredre merett. A múzeumbeli jelenet óta most először voltak kettesben. Reszketett a haragtól. Ön vikomt? Nagyon sajnálom, hogy ezt ilyen körülmények között kellett megtudnia, Olimpia. Jared nem csak becsukta, de be is zárta az ajtót. Ugyanazzal a rejtélyes kifejezéssel nézte a lányt, amely nem hagyta el az arcát, mióta a feleségeként bemutatta. Méltán ragaszkodik a magyarázathoz. Én is azt hiszem. A munkadója vagyok, Mr. Chillhurst. Olimpia elakadt. Illetve uram. Vagy mit akar? A francba. Mégiscsak el kellett volna kérnem az ajánló leveleit. A nagybátyám sem mutatott egyet. Vagy tévednék? Dehogy, mormolta a férfi. Neki sem mutattam be semmit. Az az igazság, hogy nem is kérte őket. Felfogadta ön tanárnak, és még csak nem is nézte meg az ajánlásait? Kérdezte hitetlenkedve Olimpia. Valójában nem tanárnak fogadott fel, válaszolta egyszerűen. Ez percről percre rosszabb. Ha szabad érdeklődnöm, akkor minek fogadta fel? Semminek. Szívességet kért tőlem, hogy kísérjem el a szállítmányt Apertude végig, nézett a lányra Jared. A feladatot kiválóan oldottam meg, ha szabad megjegyeznem. Uram, atyám! Olimpia a kanapéra lökte kalapját, és bevonult íróasztala mögé. Az íróasztala mögött mindig erősnek és legyőzhetetlennek érezte magát. A székbe huppant, szemét nem vette le Jaredről. A történet folytatását is szeretném hallani, uram. Bár bosszantó, hogy ebben a részben épp rámosztották a tudatlan bolond szerepét. A férfi szemében valami megvillant. Lehetett a fájdalom, de lehetett a harag is. Olimpia nem tudta eldönteni. Minden esetre végigfutott a hátán a hideg tőle. Jared lassan leült, kinyújtóztatta lábát, kezét a hamagóni szék karfájára helyezte. Ujjait egymáshoz ütögetve, borongó arccal figyelte a lányt. Elég bonyolult lesz. A történet bonyolultsága ne aggassza, mosolyodott el Olimpia. Nekem is nyugatnak, és kimértnek kell maradnom, mondogatta magában. Biztos vagyok benne, vagyok annyira értelmes, hogy a lényeget kihámozzam. Jared szája megrándult. Reméljük a legjobbakat. Akkor hol kezdjem? Az elején, ha kérhetem. Először is, miért hazudta magát tanárnak, mikor a házamba bejött? A férfi habozott, szavak után keresgélt. Amit a nagybátyjából való találkozásomról elmondtam, Olimpia, az utolsó szóig igaz. Franciaországban futottunk össze, és én megígértem neki, hogy az árukat biztonságban leszállítom önnek. De miért vállalta ezt a feladatot, ha nem is akart elhelyezkedni, mint tanár? A Lightbird napló miatt, vont vállat Jared.
Ezen a napon már másodszor esett le Olimpia álla. A napló miatt? Hát tudott róla? Igen, én is nyomoztam utána. Szűzanyám, a lány úgy érezte, levegőt sem tud venni. Hátradőlt, gondolkodni próbált. Igen, igen, ez mindent megmagyaráz. Mindent azért nem. A napló nyomában járt, de Artemis bácsi megkaparintotta az orra elől. Ezért úgy rendezte, hogy találkozzanak. Igazam van? Igen, de... Hamarosan azt is kiderítette, a napló másárukkal egyetemben útnak indult hozzám. Tehát módot kellett találnia rá, hogy a szállítmányt elkísérhesse. Éles látása szüntelen csodálkozásra késztet, bólintott a férfi. Olimpia igyekezett ellenreszteni a füle mellett a megjegyzést. Nem engedheti, hogy szerelme mézes mázos szavai levegyék a lábáról. Nem szabad megfeledkeznie róla, hogy csúnyán becsapta őt. Amint megérkezett, azonnal kitalálta, milyen ürüggyel maradhatna a házamban. Gondolom az első percben rájött, hogy házi tanítóra lenne szükségem. A nagybátyja ültette el a bogarat a fülemben, vallotta meg Jared. Ő mondta, hogy 6 hónap alatt 3 tanárt fogyasztottak el. Tehát megragadta az alkalmat, hogy a napló közelében maradhasson. Jared a mennyezetet vizsgálgatta. Igen, azt hiszem, a napló miatt csaptam be önt. Gondolom attól tartott, hogy egyedül nem tudja megfejteni a titkot, de tudni akarta, én jutok-e valamire. Igen, a látszat szerint így volt. Olimpiának hirtelen eszébe jutott valami. Miért kell önnek az a napló, Mr. Chilhurst? Akarom mondani, uram. Szólítson Jarednek, mondta azt nyugodtan. A napló a családomé. A kincs is, ha egyáltalán létezik. Hogy érti azt, hogy a napló a családjáé? Hökkent meg a lány. Claire Lightburn az ükanyám volt. Az nem lehet. Olimpia kis híjjel leesett a székről. Az ükanyja? Egy grófnő? A naplóban sehol nem írja, hogy ő grófnő lenne. Mikor összeházasodtak Jack Ryder-t, csak Jack kapitányként ismerték. A Flamecrest őrje címet néhány évvel azután nyerte el, hogy a Nyugat-Indiákról hazatért Angliába. A családban senki nem szerette erről beszélni, de az igazság többé-kevésbé megvásárolta magának ezt a címet. Egek! Akkoriban ez még viszonylag könnyen ment, csóválta meg a fejét Jared. Egy kis pénz és egy kis befolyás kellett hozzá. Jack Rydernek mindkettő bőven rendelkezésére állt. Igen, természetesen. Olimpia felidézte magában a napló 1-2 bejegyzését. Jack Ryder gazdag emberként ért vissza a Nyugat-Indiákról. Miután Angliában letelepedett, pénze még tovább gyarapodott. Miután a Flamecrest őrje címet megszerezte, folytatta Jared, ők apám vett még egy címet, a Chilhurst vikomtját. Ez a rang a mindenkori Flamecrest örököst illeti meg. Azaz pillanatnyilag engem. Olimpia egyik döbbenetből a másikba esett. Ön hatalmas vagyon fog örökölni? Az ön ükapja lenne Claire Lightburn Mr. Rydere? Claire hőn szeretett Mr. Rydere, tette hozzá gondolatban. Igen. Az én hőn szeretem Mr. Chilhurstom. Olimpián minden egyes kiejtett szóval egyre inkább úrrá lett a kétségbeesés. De hisz a kezdetektől fogva tudja, hogy nem őrizheti meg magának Mr. Chilhurstot örökre. De valahol a lelkeméjén azért rimánkodott, hogy a férfi ne csak néhány rövid hétig maradjon. Álmai túl gyorsan zúzta szét a valóság. Túlon túl gyorsan. Ki kell találnia valamit, hogy az álmok váljanak ismét valósággá, ha csak egy nagyon rövid időre is. És hogy érzi magát most Jared? Találgatta egyre kétségbeesettebben. Arról, ha akarná, sem tudná meggyőzni magát, hogy ez a szenvedélyes viszony semmit nem jelentett a férfi számára, hogy akkor is becsapta, amikor ölelte őt. Nem. Tehát nem szerette, de kívánta. Olimpia ebben majdnem biztos volt. Kényszerítenie kellett magát, hogy gondolatait ismét a beszélgetésre terelje. Nos, akkor nem csoda, hogy ennyire meg akarta kaparintani a naplót Mr. Chilhurst. Minden joga megvan hozzá. Éveken át kutatott utána. Gondolom, mérhetetlenül bosszankodott, amikor kiderült, én találtam rá. A Chilhurst is megteszi, ha már nem hajlandó Jarednek szólítani. Ez most nem számít, intette le Olimpia, és igyekezett fénylő, örömteli mosolyt varázsolni az arcára. A vizsgálódások egészen új útjai nyílnak meg előttünk. Megnyílnak? Jared üres tekintettel merett rá. Hát persze. Olimpia felpattant, az ablakhoz sietett. Hátra tett kézzel,
A kedves kis kertet nézegetve gondolkodott. Valamennyi kockázatot óhatatlanul kénytelen vállalni, de minden lépés nagyon óvatosan kell megtennie. Nem egészen értettem, mit akart az előbb mondani Olimpia. A lány mély levegőt vett. Azzal, hogy ön ismeri a család történetét, uram, olyan fontos és hasznos adatok birtokában van, amelyek segítenek a napló megfejtésében. Kétlem. A család történetéről való ismereteim a Jack kapitányról és hőstetteiről szóló ütödött mesékre korlátozódnak. Olimpia körmei a tenyerébe fúródtak. Rá kell vennie Jaredet, hogy engedje őt tovább dolgozni a naplón. Ez lehet az egyetlen ok, miért kell ezek után is a közelében tartania. Előre semmit nem lehet tudni, uram, mondta határozottan. Lehet, hogy a családi mesék olyan adalékokkal is szolgálnak, amelyek magyarázatot adnak a napló legérthetetlenebb mondataira. Gondolja? Jared hangjából kétkedés csendült. Igen, biztos vagyok benne. Olimpia megpördült, és a férfira nézett. Mindenképpen folytatni szeretném a kutatást, uram, és örömmel megosztom az eredményeimet önnel. Ha jól értem, az elrejtett kincs is a családját illeti. Jared tekintete élessé vált. Olimpia. Azt hittem, már elég világosan elmagyaráztam. Egyáltalán nem érdekel a Lightbird napló titka. Már hogy ne érdekelné? Tiltakozott a lány, hisz annyit vesződött már, hogy megtalálja. Elszegődött házi tanítónak, csak hogy a titkot megismerhesse. Szeretném, ha tudná, nagyon is megértem, miért csapott be. Megérti? Igen, és el kell ismernem, az elképzelése zseniális volt. Minden remekül működött volna, ha ma délután nem találkozunk Lady Beaumont-nal. A viselkedésemet egyedül önképes megbocsátani, Olimpia. Semmi szükség megbocsátásra, uram. Most, hogy az egész ügyet ismerem, azért felvetődik bennem egy-két érdekes gondolat. Bizonyára arra kíváncsi, miért nem maradtam meg egyszerű házi tanító szerepében, mondta a férfi csendesen. Miért kellett ráadásul önt is elcsábítanom? Olimpia összefűzte ujjait, és mélyen a szemébe nézett. Nem, Mr. Chilhurst, semmi ilyesmit nem akartam kérdezni. Miért nem? Állt fel Jared. Az ön helyében a legtöbb nő feltenni ezt a kérdést. Én már tudom a választ. Tudja. Nos, mi a válasz, Olimpia? Mivel magyarázza a tetteimet? Mindketten jól tudjuk, nem úgy viselkedtem, ahogy az egy úriemberhez illő. Sokan azt fogják mondani, csak kihasználtam önt. De hát ez nem igaz, húzta ki magát a lány. Mindketten kihasználtok a másikat, uram. Valóban? Húzta el a száját Jared. Igen, mindketten sokat tapasztalt emberek vagyunk. Tudtuk, mire számíthatunk. Mégis, ha valakit okolni lehetne azért, ami kettőnk között történt, az én vagyok. Ön? Hüledezett a férfi. Olimpia elpirult, de állta a tekintetét. Ön úriember, ugyanakkor a szertelen vágyak embere is. Ezt már az első pillanatban észrevettem. Félek, messze menően kihasználtam ezt a megfigyelésemet. Jared megköszörülte a torkát. A szertelen vágyak embere? Kétségkívül családi vonás, folytatta Olimpia kedvesen. Végtére is ön, Mr. Ryder leszármazottja, és abból, amit olvastam róla, arra következtetek, ő is tüzesvérű férfi volt. Olimpia, ön az egyetlen ember a földkerekén, aki bennem szertelen vágyakat lát, mosolyodott el bánatosan Jared. Általában a végletekig unalmas fickónak tartanak. Az lehetetlen. Aki ilyet állít, az nem ismeri önt elég jól, uram. Pedig a családomnak ez a véleménye. És nincsenek egyedül. Lady Beaumont sem vélekedik másképp. Olimpia elkomorodott. Nos igen, Lady Beaumont. Róla is beszélnünk kellene. Ki ő? Talán régi barátja? Jared megfordult, szó nélkül visszaballagott Olimpia asztalához, nekidőlt és keresztbe font a karját. Lady Beaumont nem is olyan régen még Miss Demetria Seatonnek hívták, mondta kifejezéstelen hangon. 3 évvel ezelőtt rövid ideig a mennyasszonyom volt. A mennyasszonya? Olimpiát ez a hír minden eddigi csapásnál jobban megrázta. Értem. Érti? Gyönyörű asszony. Elképzelni is gyötrelem volt, hogy Jared valaha szerette a szép Demetriát. Ez idáig Olimpia azoknak az asszonyoknak még a gondolatát is száműzte a fejéből, akik szerepet játszhattak Jared életében. Azt észre kellett vennie, hogy nincs minden tapasztalat hiány a szerelem terén, de rá gondolni sem mert, hogy lehetett egy asszony, akit szeretett is.
Olyannyira, hogy el is jegyezte. Több okból kifolyólag, amikkel nem szeretném untatni, de Mattia és én úgy döntöttünk, nem illünk össze, mondta Jared. Ó, Olympia képtelen volt bármi mást mondani. A jegyességünket nem sokkal a kihirdetés után már fel is bontottuk. Néhány pletyka azonnal szányra kelt, mert mindez a családunk birtokán, a Lang szigetén történt, nem pedig Londonban. Demetria 2 évvel ezelőtt nő ment Bomonhoz, és ezzel az ügy lezárult. Ó! Olympia vadul kutatott a fejében egy értelmes mondat után. Érezte, a történet legfontosabb részét nem hallotta, de nem mert tovább kíváncsiskodni. Tehát ön szerint a dolgoknak nincs jelentősége. Ahogy mondja. Minden esetre, erősködött Olympia, igen szerencsétlen helyzetbe keveredtünk azáltal, hogy Lady Bomon felismerte őt délután. A helyzet inkább kínosnak mondható, de szerencsétlennek semmiképp. Nevezze, aminek akarja. A lényeg, valami megoldást kell találnunk. Volna egy javaslatom, mondta nagyon komolyan Jared. Nekem is. Olympia ideges sétára indult a dolgozószobában. A válasz nyilvánvaló. És pedig? Azonnal csomagolunk, és visszamegyünk Appletudvébe. Ha ez a kívánsága, természetesen azonnal indulunk. Bár szerény véleményem szerint attól, hogy elhagyjuk Londont, a probléma még nem oldódik meg. Dehogy is nem, győzködte Olympia. Minél előbb eltűnünk szem elől, annál kisebb az esélye, hogy megint belebotlunk valamelyik barátjába vagy ismerősébe. Appletudvében pedig nyugodtan viselkedhet továbbra is úgy, mint egy házi tanító. Nem hiszem, hogy... Én pedig dolgozhatok tovább a naplón, folytatta lelkesen Olympia. Minden olyan lesz, mint mielőtt feljöttünk Londonba. Szükséges-e emlékeztetnem rá, az ön ötlete volt, hogy házaspárnak adjuk ki magunkat, ha felfedeznek. A lány elvesörött. Tudom, én tehetek mindenről, uram. De a tisztesség kedvéért szabad legyen megjegyeznem, a tervem remekül működött volna, ha ő nem adja ki magát másnak, mint ami. Az, hogy ő magasrangú férfiú és hatalmas vagyon várományosa, mindent a feje tetejére állít. Tudom, tudom, mentegetőzött Jared. A kutya nem törődött volna a kapcsolatunkkal, ha ön tényleg csak egyszerű házi tanító. De most, címe és társadalmi helyzete miatt ez a viszony találgatásokra ad okot. Igen, igaza van. Egyedül én vagyok felelős mindazért, ami történt. Olympia felsóhajtott. Ne hibáztassa magát, uram! Természetét és vérmérsékletét ismerve nyugodtan állíthatom, ami történt, elkerülhetetlen volt. Egy szenvedélyes férfi könnyen a szóbeszéd tárgyává válhat. De mégis azt hiszem, ha késlekedés nélkül visszautazunk Appletudvébe, a pletyka hamarosan elül. A baj megtörtént, mutatott rá Jared. Lord és Lady Chillhurstként mutatkoztunk be. Alig ha várhatjuk, hogy ennek nem terjed el a híre. És ha elterjed, ha legközelebb Londonban jár, majd szétkültöli, ártatlan tréfa volt az egész. Vágta rá Olympia. Ön szerint akad egyetlen ember is, aki ezt elhiszi? Hüledezett Jared. Semmi baj nem lesz, mondta könnyedén Olympia. Majd elmagyarázza, hogy én csak a barátja vagyok. A barátom? A lány vállat vont. Akkor mondja azt, hogy a kedvese vagyok, a szeretője, a kitartottja, vagy tudom is én mi. Legjobb tudomásom szerint az önköreiben az urak gyakran tartanak fent házat Londonban a szeretőjük számára. Nekik sem lett még bajuk belőle. Az ég szerelmére. A férfi állkapcsa megfeszült. A jó hírére nem gondol, Olympia. Engem senki nem ismer Londonban, és alig ha hinném, hogy Appletudvébe eljut az eset híre. Olympia megtorpant. De az sem számít, ha hallanak felőle. Már mondtam, nem érdekel, mit beszélnek a hátam mögött. Velem mi lesz? Kérdezte halkan Jared. Az én jó hírem is veszélybe került. Olympia bizonytalanul pillantott rá. Szerintem egy kis magyarázkodással megúszhatja az egészet. Biztos ebben? Feltéve, ha nem akar ismét tanári állást vállalni, folytatta a lány. Kétlem, hogy bárki is elfogadna ajánlólevelet attól a nőtől, akit elcsábított. Akárhogy is az én társadalmi pozícióm, lévén, hogy nincs, nem rendült meg. Ön úgyis ritkán tartózkodik Londonban. Semmi más nem kell tennie, csak néhány hónapra eltűnie az emberek szem elől. Volna itt egy másik megoldás is, Olympia. És mi lenne az? Amondó vagyok, a meg nem történtet tegyük megtörténté.
Diszpenzációt kérünk, és szép csendesen összeházasodunk. Kinek mi köze hozzá, mikor volt az esküvő? A felesége legyek? Olimpia szája kiszáradt. Önnek? Miért ne? Az előzményeket tekintve ez az egyedüli észszerű választás. Lehetetlen. A lánya székhez rohant, belerogyott, és levegő után kapkodott. Egyszerűen lehetetlen, Mr. Chilhurst. Illetve uram. Vele szemben Jared az asztalra támaszkodott, előrehajolt, és nagyon komolyan nézett rá. Miért lenne az? Olimpia rémülten bizonygatta magának, nem szabad engedni a csábításnak. Belefogott. Először is ön egy vikomt. Na és? A lányt megdöbbentette a kérdés. Hogy lehetnék én méltó felesége egy vikomtnak? Engedje meg, hogy ezt én döntsem el. Olimpia zavartan pislogott. Csak e kínos esemény miatt akar feleségül venni. Előbb-utóbb úgy is megkértem volna a kezét, Olimpia. Kedves öntől, hogy ezt mondja, uram, de talán megbocsát, ha bevallom, egy szavát sem hiszem. Hazugnak mer nevezni Miss Wingfield? Olimpia kihúzta magát. Nem egészen, csak úgy viselkedik, ahogy egy úriembertől ilyen helyzetben elvárható. A fenéket. Nem is vártam mást, biztosította a férfit. De nem engedhetem, hogy felvállaljon egy nem kívánt házasságot. Semmi szükség rá, hogy ekkora áldozatot hozzon. Ne nyugtalankodjék, Miss Wingfield. Egyáltalán nincs ellenemre ez az átkozott házasság, hogy az ágyamban tudhassam, bármekkora áldozatot megér. A lány arca már bíborvörösben játszott. Csak a vágy beszél magából, uram. A szenvedélyességnek is megvan a maga helye és ideje, de egy házasságot nem lehet erre alapozni. Ezzel nem értek egyet, Miss Wingfield, mondta Jared, azzal se szó, se beszéd, tenyérébe fogta Olimpia arcát, és hevesen megcsókolta. A lányt annyira meglepte a mozdulat, hogy ellenállásra még csak nem is gondolhatott. Ajka engedelmesen a férfi szájához simult, örömteli reszketés lett úrrá rajta, mint mindig, ha csókját ízlelhette. Halkan felnyugodt. Jared hirtelen elengedte, és elégedetten hátrébb lépett. Ha az én szenvedélyes természetemhez az önét is hozzávesszük, Miss Wingfield, meglátásom szerint mi ketten nagyon jól megleszünk. Azzal az ajtó felé indult. Olimpia nagyokat nyelt, igyekezett hangjára találni. Egy pillanat, uram, most meg hová megy? Beszerzem a diszpenzációt, és előkészítek egy csendes esküvőt. Ön addig készüljön fel a nász éjszakára, Miss Wingfield. Ide figyeljen, Mr. Chilhurst, vagyis Lord Chilhurst. Ön még mindig az én alkalmazottam. Fontos kérdésekben nem rendelkezhet az engedelmem nélkül. Jared kinyitotta az ajtót, és visszanézett a válla felett. Ha nem vette volna észre Miss Wingfield, azóta, hogy megérkeztem, én irányítok ebben a házban. Mégpedig nagyon jól. Ezzel tisztában vagyok, uram, de... Felesleges ilyen csipcsup ügyekkel idegesítenie magát, Miss Wingfield. A hétköznapi dolgok megoldása amúgy sem erős oldala. Bízom csak minden szépen rám. Betette az ajtót. A filfák kissé beleremegtek. Olimpia felállt, majd erőtlenül visszahanyatlott székébe. Eddig még nem volt módja megtapasztalni Jared villázító arroganciáját, de nincs mint csodálkoznia. A szenvedélyes természetébe ez is belefér. De akkor sem engedheti, hogy véghez vigye ezt az esztelen tervet, és feleségül vegye őt. Csak a vágyai és a becsülete vezérli, nem a szerelem. Egy életen át bánhatná ezt az elhamarkodott döntését, gondolta szomorúan. Vagy mielőbb igyekezne megszabadulnia tőle, de ebben neki beleszakadna a szíve. Meg kell menteni a saját vágyaitól. Annál jobban szereti, mint sem beleegyezhessen ebbe a házasságba. Az egész szörnyűség miattam történt, állt fel Olimpia eltökélten. Hát nekem kell jóvá tennem is. Kevéssel vacsora idő előtt kopogtatás hangzott fel Jared hálószobájának ajtaján. A férfi kicsiny íróasztala mellett ült, levelet fogalmazott apjának. Szabad! A szélesre tárt ajtóban Robert, Ethan és Hugh állt. Minotaurus is bedugta bozontos fejét. Jared a három komoly arca nézett, és letette a tolszárat. Székében kissé hátrafordulva egyik karját lazán a támlára helyezte. Robert kihúzta magát. Jó estét, uram! Jó estét, mondandójuk lenne? Igen, uram. Robert mély levegőt vett. Azért jöttünk, hogy megtudjuk, igaz-e, amit Mrs. Bird mondott. Jared szitkokat morzsolt a foga között.
Miért? Mit mondott Mrs. Bird? Eaton szeme izgatottan felcsillant. Hogy ön egy vikomt, uram, és nem tanár. Jared a fiúra nézett. Ez igaz is, meg nem is. Valóban vikomt vagyok, de merem remélni, megállom a helyem tanárként is. Eaton megzavarodva a testvéreire pillantott. Igen, uram, ön nagyszerű tanár. Köszönöm, bolintott felé Jared. Hugh aggodalmasan közbevágott. Már csak azt szeretnénk tudni, uram, megmarad-e tanárunknak most, hogy kiderült ön egy vikomt? Mindenképpen szeretném még csiszolni a tudásukat. Hugh egészen megkönnyebbült. Akkor jó, uram. Ez igazán jó hír, uram, vigyorodott el Eaton. Az új tanárt úgyis csak utálnánk. Robert mérgesen az ikrekre pirított. Nem ezt akartuk megbeszélni vele. Mire kíváncsiak valójában, Robert? Kérdezte csendesen Jared. Robert kicsiny keze ökölbe szorult. Aztán egy szuszra kimondta. Mrs. Bird azt mondja, hogy ön azt csinál Olympia nénivel, amit csak akar, sőt, már meg is kapta, amit akart, és ön mindenki ismeri Londonban, és ön nem sokára elmegy tőlünk, mert abból botrány lesz, ha rájönnek, ön nem is a férje Olympia néninek. Elnézést, uram, vágott közbe Eaton, mielőtt Jared válaszolhatott volna. Mit jelent az, hogy azt csinál Olympia nénivel, amit csak akar? Fogd be a szád, te idióta! Dörrent rá Robert. Én csak megkérdeztem, szeppent meg Eaton. Mrs. Bird azt is mondja, hogy ön romba fogja dönteni Olympia nénit. De én az előbb megkérdeztem tőle, romokban van-e már, de azt mondta, köszöni, nagyon jól érzi magát. Ezt örömmel hallom, mondta Jared. De nem csak erről van szó, uram, toporgott Robert. Mrs. Bird azt mondja, csak úgy hozhatná helyre a dolgokat, ha feleségül venné Olympia nénit, de ő ne sosem fogja megtenni. Attól tartok, ebben Mrs. Bird téved, jelentette ki Jared. Már megkértem a nagynényük kezét. Igen? Kerekedett el Robert szeme, tekintetében reménycsillat. Uram, mi nem nagyon értjük, mi folyik itt, de nem szeretnénk, ha valami rossz történne Olympia nénivel. Tudja, ő olyan kedves hozzánk. Hozzám is nagyon kedves, mosolyodott el Jared. És én majd gondoskodom róla, hogy semmi rossz ne történhessék vele. Ha ön vigyáz rá, vigyorodott felszabadultan itt, akkor semmi baj nem lehet, ugye? Hát, tétovázott Jared, azért nem mondanám, hogy minden a legjobban alakul. Van még itt valami, ami aggaszt, de remélem, hamarosan ezt is sikerül megoldanom. Robert arcáról lefagyott a mosoly. Mi a gond, uram, talán segíthetnénk? Persze, segíteni fogunk, ígérte Eden. Csak mondja meg mit, és csináljuk. Tette hozzá Hugh. Jared tetőtől talpig végigmérte a kis gézengúzokat, és amikor megszólalt, a férfi szava szállt a férfiakhoz. Az igaz, hogy megkértem a nagynénjüket, legyen a feleségem, de ő még nem mondott igent. Amíg ez be nem következik, attól tartok, valóban a legnagyobb gondban leszünk. A fiúk aggodalmasan egymásra pillantottak. És tudják, folytatta Jared könnyedén, a helyzet gyors cselekvést igényel. A nagynénjüknek mi hamarabb rá kéne magát szánnia, hogy feleségül jöjjön hozzám. Majd beszélünk vele, mondta Hugh hirtelen. Igen, értett egyet Eaton. Biztosan rá tudjuk beszélni, hogy menjen feleségül önhöz. Mrs. Bird úgy is azt mondja, csak egy bolond utasítaná vissza a házasságot ilyen körülmények között. És Olympia néni egyáltalán nem bolond, nyugtatta meg Jaredet Robert. Néha nap kicsit szétszór, de nagyon okos. Majd meggyőzzük, hogy önhöz kell mennie. Helyes, bólintott Jared. Már is hozzáfoghatnak. Vacsoránál találkozunk. Igen, uram, mondta Robert, és elindult a folyosón. Majd mi mindent elrendezünk, szólt Eaton, és elvágtatott a bátyja után. És ne izguljon, uram, suttogta bizalmasan Hugh. Olympia néninek helyén van az esze. Mi elintézzük, hogy az ön felesége legyen. Köszönöm, Hugh. Igazán hálás vagyok a segítségükért, biztosította Jared. Hugh, a lelkesen farkát csóváló Minotaurus nyakörvébe kapaszkodva, végig dübörgött a folyosón. Jared mosolyogva csukta be az ajtót a fiúk után. Majd ismét letelepedett az asztalhoz, és a levél megírásába fogott. Kedves uram, mire készhez kapja jelen levelemet, én már nőül vettem az Appletude-i Olympia Wingfield kisasszonyt. Nem tudom, mi mást írhatnék róla, mint hogy remek feleség válik belőle. Nagyon sajnálom, hogy az esküvőt nem halaszthatjuk el addig, amíg ön kitüntető jelenlétével nem szerencséltet bennünket.
Ígérem, az első adandó alkalommal bemutatom majd bájos hitvesemet. Fia, Jared. Már éppen lepecsételte volna a levelet, amikor újabb kopogtatás zavarta meg. Tessék! Az ajtó kivágódott, és Mrs. Bird rontott a szobájába. Úgy magasodott Jared fölé, mint egy vérszomjas amazon. A saját fülemmel is hallani akarom. Mit, Mrs. Bird? Igaz, amit a fiúk beszélnek? Hogy maga megkérte Olimpia kisasszony kezét? Igaz, Mrs. Bird, de nem látom be, miért tartozna ez magára. Az asszony szemmel láthatólag meglepte a válasz, de a bizalmatlanság még nem tűnt el arcáról. Na de ha feleségül kérte Miss Olimpia, miért nem úgy viselkedik, mint akinek nem sokára esküvője lesz? Talán azért, mert visszautasított. Mrs. Bird döbbenten pislogott. Kikosarazta magát? Jól hallotta. Hogy mik vannak? Csóválta fejét a házvezetőnő. Ez az ifjú hölgy néha ugyan nem tudja, hogyan kell viselkedni. Jó, tudom, nem tehet róla. Miss Sophie és Miss Ida nevelték. De akkor is, ekkora ballépés csak nem követhet el. Bízom benne, hogy maga majd jó útra terelgeti, Mrs. Bird. Jared átnyújtotta a levelet. Addig is kérem, gondoskodjék róla, hogy ezt feladják. Az asszony kikapta a kezéből a levelet. Aztán maga tényleg egy igazi vikomt? Igen, Mrs. Bird, az vagyok. Akkor Miss Olympia jobban tenné, ha magához menne, mielőtt maga meggondolja magát. Egy vikomtnál úgy csak kapna jobbat. Örülök, hogy maga is így érzi, Mrs. Bird.